A 41. Tour de Hungary harmadik napján hétfőn karcagról rajtolt el a mezőny. A 182 kilométeres sík etapnak 111 versenyző vágott neki. Az összetett legjobb magyarjaként fehér trikós Szatmári András harmadik helyen 5 másodperces hátránnyal, a sárga trikós John Abestaori mögött. A startnál a felsorakozott mezőny előtt Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, F. Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselők és Eisenkrammer Károly a verseny szervezője vágta át a karcagi Tour de Hungary 2020 emlékszalagot. Én azt gondolom, hogy ez a kerékpárverseny egy csodálatos világ. És az, hogy itt a mi térségünkön keresztül megy Magyarország legnagyobb országúti kerékpáros versenye, azt mondom, hogy akik álltak az út mellett és nézték, fényképezték ezt a mezőnyt, csodálatos látványnak is gyönyörű, és sportteljesítmény is azt gondolom lenyűgöző, hiszen látta az ember a sportembereket, hogy felkészültek, ahogy koncentrálnak. Én azt gondolom, hogy élmény annak is, aki ezt végigversenyzi, és élmény is annak is, aki láthatja ezt a versenyt. Iszonyatos nehéz lett, hiszen tegnap kánikulába, plusz 37 fokba tekert a mezőny, egy kicsivel enyhébb a mai idő, de hát innen eltekerni Nyíregyházára nem semmi. Gépkocsival is elmennék, akár karcagról Nyíregyházára, az sem egy rövid út, de kerékpárral végigteperni versenytempóban, ez tényleg csodálatra méltó, és le a kalappal a versenyzők előtt. Én örülök annak, hogy ez karcagnak is reklám volt, hiszen a helikopterről vették a város most csupa zöld, gyönyörű, M4 sporton élőbe közvetítik, és a világ számos országában látják a rajtokat, a verseny összefoglalókat, és ez a térségnek, karcagvárosának is egy nagyon csodálatos és nagyon jó dolog, hogy egy ilyen nemzetközi esemény itt startolhat karcagon. Én bízom benne, hogy a következő időszakban, a következő években is ezt megtarthatjuk, vagy egy cél, vagy egy start karcagon lesz. Majd Szepesi Tibor elrajtoltatta az indító zászlóval a mezőnyt. Igen, nagyon sok minden történt azóta, amióta elkezdődött az idei évnek a szervezése, hiszen valamikor a téli időszakban, tehát egészen év elején került bemutatásra az az útvonal terv, amely már tartalmazta azt, hogy karcagról fog indulni a harmadik szakasz, egy teljesen más időpontban, és azon az útvonal bemutató még Dobos László polgármester úr volt, aki büszkén vehette át úgymond a megbízást a harmadik szakasz rajtjának megszervezésére itt karcagon. Utána jött a vírus, és nagyon sok minden átalakult a szervezés kapcsán is. A nemzetközi versenynaptárba ez az időpont fért be. Ugye eredetileg a Giro d'Italiával együtt lett volna megszervezve, hiszen akkor az olasz körverseny Magyarországról indult volna. Most sem rossz az időpont, hiszen most az Eurosport csatornákon keresztül, vagy akinek szerencséje van akár élőben is, a Tour de France nézheti a televízióban, és ezzel együtt kerül majd a nemzetközi sajtóba is a magyar körverseny, és hát nyilván a mai napon ezzel együtt karcag is. Többször megrendezésre került már a Tour de Hungary az évtizedek folyamán. Az újkori Tour de Hungary ugye 2001-ben vette kezdetét, aztán néhány év kihagyás után szintén egy újabb lendületet vett a verseny szervezése, de valóban, ahogy a résztvevő versenyzőket, résztvevő csapatokat nézzük, a legerősebb mezőny idén jött össze. Egyre erősebb a magyar kerékpározás, egyre erősebbek a magyar versenyzők. Ez jelenti azt is, hogy az országos bajnokságon egyre jobb eredmények születnek, és egyre jobban figyelik a külföldi csapatok a magyar versenyzőket. Egyre többen tudnak külföldi csapatokban versenyezni, felkészülni, ami hát nyilván egy hosszú távú felkészülés folyamán azt is jelenteti, hogy talán sokkal több magyar kerékpáros tudunk majd olimpiai versenyszámunkban köszönteni. És igen, valóban itt karcagon is a legjobb magyar versenyző az külföldi csapatnak tagja, de bízunk abban, hogy ez nem csak az ő fejlődését fogja segíteni, hanem az egész magyar kerékpáros sport fejlődését. A versenyzők 26 fokos derült időben a Kovács Mihály Huszárbandérium lovas huszárainak felvezetésével vágtak neki a karcag-nyíregyháza távnak, ahol három gyorsasági részhajrá várt rájuk a célig. Mindig figyelünk arra, hogy egy pici kuriózumot próbáljuk nyújtani karcag életéből, karcag történetéből, karcag hagyományaiból.
hiszen nem csak a karcagiak látják ezt a versenyt, hanem a médiákon keresztül nagyon sokan nézik a közvetítést, látják az újságokban a különböző fényképeket, hosszú évek után vissza lehet keresni a Tour de Uri honlapján a rajt célállomásokról készült fotókat. Idén a huszárok vezeték fel a kerékpárosokat, a Kovács Mihály Huszár Bandírium tagjai. Én azt gondolom, hogy készültek olyan szép képek, amelyek a város épített értékein túl egy picit a hagyományainkat és a huszárság hagyományait is megmutatják országnak, világnak. A verseny hivatalos honlapja szerint az első órában oldal hátszélben 48,2 km-es átlagsebességet tekert az élboly. Ez sem egyszerű, én azt gondolom, hiszen amikor a kékestetőre mentek, akkor az egy picit rövidebb táv volt, amelynek a végén azért egy meredek kaptató. Most egy 186 km-es szakaszra mennek, ha jól emlékszem, ami teljesen sík, de elnézve az időjárást, azért olyan szél várható majd a Hortobágy magasságában, ami komoly fejtörést okozhat a csapatoknak, hiszen itt csapatmunkáról beszélünk, ahol segítik egymást a kerékpárosok. Most amikor egy oldalszél kapja el magát a mezőnyt, akkor nagyon nehéz együtt dolgozni a csapatoknak, tehát egyfajta különlegessége lesz ennek a szakasznak a szél. A Hortobágyon csikósok vágtattak a síkságon, a városokban, falvakban pedig sokan várták az út mellett a kerékpárosokat. Balmazújvárosban egy építkezés állt le a keresztülhaladás idejére, míg napkoron néptánccsoport fogadta a bringásokat. Európa egyik legnevesebb kerékpárversenye, Magyarországon pedig az első a Tour de Hongrie. Rengeteg induló, sok érdeklődő, és hát Karcag most is tart helyszín. A média figyelme most a városunkra irányult, és majd látjuk a híradásokban is, hogy hát bizony ilyenkor a világ minden részén figyelik ezt a versenyt. És én látom azt, hogy tényleg nagyon jó kondícióban lévő versenyzők vannak. Fiatalok, erősek, úgyhogy biztos gyorsan fogják teljesíteni ezt a távot. Én ugyan nem versenyzek, de szeretek biciklizni, azt hiszem most délután kicsit kedvet is kaptam, megyek itt a Karcag-Kúhegyesi határrészekre, tekerek egyet én is. Egyre komolyabb szint, egyre jobb versenyzők, egyre jobb tímek vonulnak fel, nagyon komoly felszereléssel, tehát ez nekem is egy büszkeség, hogy itt Karcagon, a mi városunkban van egy rajt, remélem, hogy így lesz jövőre is. A szökevények nagyobb részét 15 kilométerre a cél előtt érte utol a javarészt a CCC és a Trek Segafredo által vezetett mezőny. Legtovább a holland Lennart Hofstadt tartott ki.